Folytatjuk a start, plusz mondta már. Igen, hihetetlen mértékben el vagyok kényeztetve az utóbbi időben. Jó dolgod van, alig igaz? Ismerhették meg mellettem kívánni, tehát ugye két hete most már együtt dolgozunk, és egy újabb, még újabb kolléganőt köszöntetünk Stoll Luca személyében, szervusz. Szia, sok igen. Szeretettel köszöntöm. Akivel a híradóban dolgozhatom majd együtt, hát óriási megtiszteltetés. Hát ezért számomra. Vagyunk, Tamás, hogy, hogy neked jó legyen, igen, meg persze a nézőknek is. Ma este lesz a debütálásod, hogyan készülsz, mennyire izgulsz, ettél egyáltalán ma már, vagy még tegnap, mert tudom, hogy milyen ez az izgalmi állapot, azért merem így kérdezni. Igen, azért ez a reggel más volt, mint a többi, vagy az a tapasztalatom, hogy mindig, amikor valami újba vág bele az ember, akkor azért úgy máshogy dobog a szíve, meg más az a feszültség, az a fókuszált figyelem egész nap, amivel készül az adott estére, legyen szó színházi premierről, vagy éppen az esti híradóról. No, de hát azért te már régi televíziós vagy, tehát évek óta látnak különböző műsorokban a nézők, ráadásul híradósként sem, talán a tévében első alkalom, de azért gyerekkorod óta, amennyire tudom, te neked komoly múltad van ebben a műfajban. Hát a múltadra utalt egyébként, hogy a nézők is értsék, hogy miről van szó. Én gyerekkorom óta hírfogyasztó vagyok, és még a táncművészeti főiskolára jártam, amikor balettóra és modern óra között én leültem a telefonommal, ettem a kakaós csigát, vagy fogyasztottam éppen valami vizet, többiek öltöztek, készültek, és én pörgettem a híreket, és olvastam. Úgyhogy, nem volt a suliban egy rádió is, ahol híradósként is tulajdonképpen már dolgoztál, nem? Inkább ezek ilyen iskolai rendezvények voltak, tehát nem volt ennek ilyen ennyire szervezett formája, de igen, azért, de hát ez össze nem hasonlítható azzal a komoly munkával, amit ma este vár rám. Na mekkora kihívást jelent neked ez szakmailag? Ugye a Tamás is utalt most rá, hogy azért nagyon-nagyon sok produkció van mögötte, tényleg egész estés, vagy ugye a késő esti főműsor időben látványos produkcióktól kezdve a magazin műsorokon át, de ahhoz képest egy híradót te hova helyezel ezen a palettán? Hát egy nagy álom vált valóra ezzel. Azt gondolom, hogy az esti híradó az egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy az ember leülhet, és mindenféle show elemek nélkül tényleg csak az a fontos, hogy a napi híreket és a legfontosabb dolgokat átadja a nézőnek. Úgyhogy ennek pont az a különlegessége, és egyben a nehézsége is, hogy itt nincs show elem, meg nincs nagy lehetőség arra, hogy az ember kimozogjon akár egy bakit, hanem itt fókuszáltan, csak a figyelem, csak a hang, és csak az információ, amit el kell adni. Ugyanakkor megvan az előnye, hogy nincs meg az a hátrány, hogy mondjuk én nem leszek ott mellette, mint hogy Anitát egy kicsit lehet, hogy feszélyezi, igen, hogy bele-bele szólunk. De mondjuk a páros műsorvezetés kicsit talán nehezebb, mint szólóban. De közben megvan az előnye is, hogy tudjuk segíteni egymást, és a Luca ott tényleg magára lesz utalva. Szóval felkészítetted? Igen. Már beszéltetek például korábban? Nem, érdekes módon még nem, illetve, de egy-két próba alkalmával összefutottunk már a sminkben, az öltözőben. De hát magára van utalva, és szerintem elég profi, elég tapasztalt ahhoz. Mondjuk ebben a műfajban kétségtelen kell majd egy-két hét hónap, amíg igazán a rutin megszerzett, de a dolog frissesség addig pedig pláne még érdekes, még jobban fog hatni, hogy egyrészt a nézők számára is újdonság erejével hatsz, másrészt hát számodra is talán érdekes, és igen, egyfajta speciálisan fókuszált hozzáállást eredményez ez a premier. Abszolút így van, és azért ez a magamra utaltság, ez nem teljesen van így, mert az elmúlt hetekben folyamatosan, szinte napi szinten bejárok a tévébe, és bár Tamással kevesebbet találkoztam itt a beosztás miatt, de például Nemes Annát gyakorlatilag egész héten lekísértem, úgyhogy ő is nagyon sokat segített, de a szerkesztők, a riporterek, fönt a vezérlőben, úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon köszönöm az eddigi segítséget, mert mindenki apró trükkökkel segít, és szóval szép lassan megismerem a csapatot, és azért ez egy nagy biztonságot ad, hogy úgy üljek be oda, hogy tudom, hogy egy egész csapat van mögöttem. Akik egyébként egy szuper jó csapat, tehát nekem ez volt az abszolút első benyomásom, amikor ide kerültem, hogy tárt karokkal mosolyogva fogadnak, és tényleg olyan segítséget nyújtanak, hogy így felemelik az embert a munkájában. Mennyire változik az életed, te ugye ráadásul külföldre ingázol folyamatosan, ott van a táncművészet is, ami neked meghatározó része az életednek, van, amit el kell engedned most emiatt a munka miatt, vagy most egyelőre megpróbálod kimaxolni? Sűrűek a hétköznapok. Ez a külföldi ingázás, ez a férjem külföldön dolgozik most, úgyhogy emiatt van egy kis repkedés az életünkben. Szerintem többet repültem az elmúlt fél évben, mint eddig egész életemben. Ez természetesen marad, de szerencsére ő is haza tud jönni, úgyhogy senkinek nem kell aggódni, mert ezzel nincs probléma. A színházi munkák pedig, én ezt mindig úgy fogom fel, hogy van egy mérleg, az egyik serpenyőben a színház, a másikban a televíziózás, és akkor kicsit hol erre billen, hol arra billen. Most
most azért a televízió itt a Covid helyzet miatt volt egy sérülésem télen, úgyhogy amiatt is most picit több a tévé, plusz az új feladat miatt is, meg azért szóval még egy délelőtti magazin műsorban nagyon jól megfért egymás mellett, hogy délelőtt tévé, onnan tovább próba és este előadás, itt ez esti műfaj, egésznapos figyelmet igényel, felkészülést igényel. Tehát most egy picit talán több lesz a tévé, de aki a színházban szeret nézni, az is. És hál' Istennek hárman vagyunk, tehát azért ne felejtjük el, tehát marad Nemes Anna is, Tóth Luca, meg én is néha besegítek, és akkor így hárman megosztjuk valahogy a nézők figyelmét, igyekszünk majd igénybe venni. Hát jó kis csapat állt össze, azért azt kell, hogy mondjam. Hát ugyan a nyár is, ugye, amikor mindenki a szabadságolásokkal, utazásokkal foglalkozik, úgyhogy akkor különösen fontos, hogy valamit. Egyébként nagyon izgalmas kérdés még az utolsó néhány másodpercre, hogy a személy szerinted mennyire fogod tudni beleadni a híradós pozícióba? Alapvetően azt gondolom, hogy a híradóban azért nincs nagyon helye annak, hogy kidomborítsuk saját magunkat. Tehát, hogy itt például egy ilyen reggeli műsorban sokkal inkább előtérbe kerülhet az, hogy ki milyen személyiség, de ha már csak a Tamást és az Annát nézzük, akkor azt gondolom, hogy én is leszek egy harmadik szín, vagy hogy nyilván nem szeretném levetkőzni teljesen a saját személyiségemet, de azért egy fókuszált, komoly hírközlőt fognak látni este. Így legyen is. Üdvözlünk a csapatban. Nézzünk már ma este is. Köszönjük szépen, hogy jöttél.